Na, figyeld. Ide betűzöm a kamerát, így becuppantom. Mert az előbb szerintem én nem fejeztem be, amit akartam mondani, hogy megfejeltem ott a létrán, ahol föl van ragasztva a tokja. Az ilyen sányi műanyag. És eltört. Nem nyomtam gázt. Ilyen nyomaték van hátrafele irányba. Na mindegy. Ezt is ki kell takarítani most már. Na, nem én megtankol. Hát most valamennyire rezegni fog a kép, mert ahogy elnézem, az a szülés valamennyire azért rezeg. Úgyhogy így jártatok, bocs, szívesen. Megtankoljuk a Kotlát hazafelé irányba. Ha már egyszer Ausztriában vagyunk, akkor osztrák. Benzin tankoljunk, nem a moslék magyar. Utána pedig be kell menni a nagy telephelyre, megkérdezni, hogy mikor kell lerakjam hétfőn ezt a cuccot. Lesz, akkor újra lesznek 4K-s felvételek, meg gimbalos cuccok. Finoman bástya, finoman. Készen vagyunk. Hát, hogy mikor kell leraknom, azt nem tudom megkérdezni, hogy mikor előtt elmentek enni. Legalább kérdezi meg nekem, hogy mikor lerakót szántak az egész történetnek. Tárulj! Az gyia a hétvége. Ó, mondjuk innen kamionnal jobb kijönni. Ó, drága szívem! Nincs meg a gázpedál abban az Opelba, vagy mi van? 30-al jön, úgyhogy hadzó kivettem volna elé. Az
az Audi is meg nyergesse volt biztos, nyergesse volt, hogy nem tudom, akkor a híven kanyarodott, baszki, hogy majdnem átjött szembe. Szarok én bele már a hülyékbe. Igazából ennyi. Egész héten nem nagyon kellett dolgozni. Jó hét volt. Olyan álmos, hogy mint az Isten. Majdnem csúnyát mondtam, szóval nagyon álmos vagyok. Mint a bubánat. Álmos vagyok, mint a bubánat. Elég lesz nekünk a 110 is, nem? Most idővel vagyok. Fogyasztás meg visszaesikám 4,90 a hangulatot. Már sincs semmi, senki nem megy hazafele. De még csak 4:15 van. Mire én hazaérek lesz, vagy délután 4 óra. Már helyem nem nagyon lesz, de akkor legalább meg elviszem lemosni a izélet. Az internet párhuzam. A Verdart. Kameraállás meg jó, nem akar szétesni a kép, akkor lehet, hogy rendszeresítjük meg ide most. Ez a tesztkör, tesztvezetés. Most se látod, hogy mennyit lát a kamera, mert ha az optika, úgyhogy biztos látni. Mit kell. Gombástja, és Szerbiában meg lehet így össze-vissza kovagni sávokban. Kicsavarja a kezedből a kormányt, hogy a küllőmátor is ketté. Na jó, ez nem valószínű, de mondjuk kamionnál inkább. Velem. Itt van
van ilyen gesztenyés, tudsz, nem? Mondjuk itt az egész őrségben van ilyen gesztenyés, izé. Gesztenye vásárolós téma. Értitek, miről beszélek? Ma már 4 hét a fizé fogyasztás. Mennyit itt szarakodunk? Jaj, nektek nem szoktál elszorítani a gyomrotokat a izé? Ez a... Mi az a fekete csík? Biztonság ilyen. Nekem állandó. Ez a poster szépen kint van a világ végén. Nekem mindegy, gyerekek, nekem. Hoztam haza izét, munkás kesztyűt. Ez a réves retkes fosogató, de ki fog megszűnt csupaszként. Talán megszállok be az autóba. Már az lenne a legegyszerűbb, hogyha kérnék oda, hozatnék konténert, mondjuk indexeltél volna, és tudtam volna, hogy erre jössz, lehet kiengedtelek volna. De mindegy, nem kell index, hát Ungarisztán. Rendelnék oda konténer decemberben, amikor jön a leállás, aztán ott a két ünnep között gányolnám egy kicsit a placot. Mondjuk akkor bent a, az épületen belül is le lehetne verni a vakolatot. Az biztos, hogy az cserés lesz. Itt s ott be van ázva a ház. 17 éve nem lakott. Úgyhogy felújításra szorul, meg hát ha már egyszer ezért az ember felújít mindent benne, baszki, hát akkor már újra vakol minden, nem? Akkor már legyen normálisan megcsinálva, azt a következő 15-20 évre le van a gond a nagyobb javításokról. Tavasszal előteret kell építeni, letűt kell cserélni, nyilászárót cserélni, aztán, hogy azt hiszem, akkor nyáron folytatódik majd a vízvezeték szerelése. Elektromos vezeték szereléssel. Vagyis hát szereltetés mind a kettő, mert én nem csinálom. Nézzük a cakemberre. Júj! Megdöglünk! Mind megdöglünk! Egyszer biztos, nem? Ó! Volkswagennek oda lépett, figyelj, már alig látszik. Ó, az milyen busz volt, te láttad szemből? Man! Jó, nem kérdés a márkája. Kérdés, hogy milyen régi volt, basszus. Először azt hittem még a rúz, de nem. És milyen ronda fosbarna volt.
valaki tudja, az írja meg. Köszi, köszi, hello, hello, köszi. Most nézem, hogy az előttünk levő Volkswagen izé, tatabányai. Legalábbis ott vették. Ú, bassza, most álltam a zebrára. Most már nincs előttünk. Jó, mondjuk ez is tatabányai rendszámtáblás, de hát ugye... Tatabányai rendszámtáblás, ez mégis nem kanizsai autó. Csak mondom így érdekességképpen. Hát mondom, már egy ilyen izé hazajövős tudsz is. Nem mindig csak a nagy autó. Nem mindig csak a külföldi a. Legyen benne, az itt van is egy kis idő. Táblánál megállunk, a top táblánál. Hál' Istennek ott a következő top tábla. Az anyádér szágúdozott a gyökér. 30-as az egész utca. Nyilvános top táblánál nem tudtál megállni. Neked a sietős dolgod lehet. Hát akkor is a kanizsai csajok a legszebbek. Mondjon akárki akármit. Meg a legszebb város. Azt minden bújhat. Nézzétek egy kicsit a várost. És ha láttok lányokat, akkor gyönyörködjetek. És bánkódjatok, hogy nem itt éltek.
egyébként egy pontszar kereszteződés. Lámpa ügyileg. Rómaja. Előbb tudtam, hogy mikor kell leraknom, mint te. De egyszer azt mondta, hogy kérdezzem meg, hogy mikor kell lerakni. Akkor minek küldte el, hogy ha ő is tudja. Ugye akkor nekem miért kellett megkérdezem, hogy